A legutóbbi szezonban a harmadik helyen végzett a bajnokságban a nyíregyházi férfi kézilabda csapat. A nyári szünetben nem volt jelentős mozgás a játékos keretben, a kapus Nagy Levente a Ferencvároshoz, Gubó Alex Dabasra, Munkácsi Máté Vecsésre igazolt, és távozott a szerb Miloje Dolic is. Helyükre érkezett Gadnai Attila kapuba, valamint az irányító Erdős Zoltán, a szélső Vasas György és a beálló Sándor Ákos. Utóbbi 21-szer szerepelt a magyar válogatottban, és 15 évvel ezelőtt egy szezonon keresztül már viselte a Nyíregyháza mezét. Nagyon örülök neki, hogy vissza tudtam ide a szülővárosomba térni, aztán hát majd meglátjuk, hogy hogyan alakul a jövő. Bízom benne, hogy nagyon jó reményekkel fogunk nekivágni ugye a bajnokságnak, aztán remélem minden úgy alakul, ahogy szeretnénk. A szakmai munka első számú felelőse továbbra is Varga Zsolt, viszont a korábbinál nagyobb szerep hárul majd a két edzőre, Bécsi Jánosra és Grandjean Gáborra. A hivatalos célkitűzésben az első 6 hely egyikének megszerzése szerepel, de a szakmai igazgató szerint igazából csak a második, 6. hely valamelyikét célozhatják meg. Azt gondolom a bajnokság eldőlt. Furcsa ez, hogy ezt mondom itt a felkészülés másik hetében. A Ferencváros egy olyan csapattal vág neki ennek a bajnokságnak, akik én azt gondolom, hogy a kérdés az, hogy egyáltalán valahol ki tudnak-e kapni. Úgyhogy én azt gondolom a bajnoki cím. Ezzel együtt az 5. fordulóba jönnek Nyíregyházára, nem feltartott kézzel fogunk kézlabdázni. Onnantól lefelé én azt gondolom a 2-től 6-ig van rá is esélye a csapatnak, hogy oda kerüljön. Látjuk azt, hogy erős lesz a Békés, erős lesz az Ózd, a Kecskemét, úgyhogy nekünk ezekkel a csapatok az Algyű, ezekkel a csapatokkal kell küzdenünk, úgyhogy rá is én azt mondom, hogy az első 6 hely megszerzése a cél ebben az évben. A nyíregyházi Káci szerdán az NB1B-ben újoncként induló Tiszavasvári ellen játszott a első edzőmeccsét. Ezen kívül van még 10 felkészülési mérkőzésünk. Egy 7 hetet terveztünk most ebben az évben. Szombaton, illetve már pénteken elutazunk Szlovákiába. Aztán játszunk a Békéssel, az Ózdal, hagyományszerűen játszunk most már egy nemzetközi tornán a Balmazújvárossal, illetve ottani élcsapatokkal. Én azt gondolom, hogy van 10 felkészülési meccs, ami elegendő ahhoz, hogy szeptember 11-én olyan formában és olyan erőben legyen a csapat, hogy hazai meccsen győzelemmel debütáljunk. Az Enykáci a bajnokság nyitó fordulójában a Törökszent Miklós fogadja. A nyíregyháziak egyébként 32-21-re nyertek a Tiszavasvári ellen.